Élt egyszer valahol egy királyságban egy özvegyasszony az egyetlen fiával, Marcival. Ez a Marci roppantás volt, okos volt, tanárékony volt, az egész királyságban nagyon ismerték őt, csuda jó híre volt. Ezt a csuda jó hírt megirigyelte az ország királya. A becsületes Tolvaj Marci történetével ismerkedhettek meg kedd délelőtt a Hegyeshalmi Általános Iskola diákjai. A Csellei Házban ugyanis idén is megszervezték a Mesehét elnevezésű programot, aminek keretében a népmesékkel, azok világával, mitológiai lényeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek, de a legfontosabb, hogy élő mesét hallgatnak a résztvevő óvodások és iskolások. Feltétlenül fontosnak ítéljük azt, mint intézmény és mint személyes ember is azt, hogy megismerkedjenek azzal a nagy hagyományjal, ami a népmesékben fellelhető, a furfanggal, az emberi gondolkodással, a benne lelhető értékekkel. A mesehallgatást követően aztán csoportokban, a Csellei Ház különböző pontjain kialakított játékállomásokon interaktív foglalkozás várta a gyerekeket. Így várat építhettek, mesekártyázhattak, különleges twisterrel játszhattak, bábok segítségével a három kismalac történetét eleveníthették meg, de a kedvenc mesekarakterüknek is beöltözhettek. Én eddig ilyen twistereztem és bábszínházaztam. Ugye népmesékről van szó, te mennyi népmesét ismersz, van-e kedvenc népmesét? Én nekem a kedvenc népmesém a Piroska és a Farkas, meg a három kismalac. De és miért szereted ezeket a meséket? Azért, mert olyan tartalmasak, és nagyon mókások, és viccesek, lehet rajtuk nevetni. A Magyar Olvasó Társaság kezdeményezésére 2005 óta szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, a Magyar Népmese napja. Ehhez kapcsolódnak az ország intézményei, köztük óvodák, iskolák, múzeumok és könyvtárak, azzal a céllal, hogy a népmesék fennmaradjanak, és a mesékben lévő bölcsesség tovább hagyományozódhasson az új generációra. A Csellei Ház 5 évvel ezelőtt csatlakozott először az országos programokhoz, mára már pedig egy hetes programmá nőtte ki magát a rendezvény, amin több mint 100 gyermek vesz részt a városból, illetve Hegyeshalomból és János Somorjáról. A programokat pedig igyekeznek úgy összeállítani, hogy a gyerekek játék közben tanuljanak is. Rajzoltunk, jelmezbe öltöztünk, és eljátszottunk egy ilyen történetet. Mi volt, ami neked a legjobban tetszett? Hát a bohóc benne, meg a memóriajáték. Meg itt a rajz. Mi volt az, ami neked a legjobban tetszett a mai napon, Dominik? Hát a beöltözős. És miért ez tetszett a legjobban? Minek öltöztél be? Hát ilyen szegény legénynek. A Mesehét programjai aztán a Magyar Népmese napján, szeptember 30-án, hétfő délután zárulnak majd egy vetélkedővel, ahol a résztvevő osztályok mérhetik összetudásukat.